Az idény záró forduló előtti fordulóban, de hát mondhatjuk ezt magyarul, ugye Zsombor, aki pap, és aki a fősegítőtársam lesz az adás közben. Igen, szia. Köszöntöm én is a nézőket. Tehát mondhatjuk úgy magyarul, hogy az utolsó előtti forduló, hogy stílusos legyen a kezdés, az Aramis az utolsó előtti helyen áll, míg a Rubeola pedig az utolsó. Mi a tétje a meccsnek, Zsombor? Hát, ha nyerünk, akkor közelebb kerülünk a bennmaradáshoz, úgy nem kell osztályozót játszanunk. De hát azért ez nem lesz könnyű. Mert hogy a 9. helyezés az még osztályozóval igen, jár. Igen, osztályozó. Közben egy jó indítás, meg is lép. Patrik. Pál. De becsúsznak elé, aztán még egy lövéskísérlet, de a kapus ezt hárítani tudta. Úgyhogy az első 30 másodperc helyzetet hozott. Na hát akkor gyorsan a kezdő. 22-essel Sós a kapuban, 7-essel Szegi, de közben Sajbán lőtt, nem is tudom, vagy 12 méterről, 11-ről. 77-essel Pál még ott, illetve 21-essel Csopaki, aki ezen a mérkőzésen most éppen sarkalt, amivel tudott menteni. A csapatkapitányi tisztet is betölti, mert hogy egy kicsit azért foghíjas a szokott kezdő, ahogy elnézegettem. Hát igen, sajnos több játékosunk nem áll rendelkezésre most. Ráadásul kulcsjátékosok, hogyha mondhatom ezt, legalábbis a szezon összeállításai alapján. Hiányzik Roni ötsárga miatt, fekete kiállítása miatt, közben elfektetik ott Sóst, a Rubeolások, de aztán hála az égnek, vagy inkább a stabil védekezésnek hátra kerül a labda. Egy előre emelt átadás. 17-essel érsek, majdnem tovább tudta húzni Sós mellett, de aztán ellentámadás. Áj, nem baj. Pál egy kicsit hosszan tolta meg a labdát, és így aztán loholhat is vissza. Talán még azt nem említettem, hogy Frank Tamás pedig bokasérülés miatt nincs. Igen, hiszem, neki most műtötték meg a bokáját tegnap előtt. De edzőként itt van a kispadon. Igen, igen. Rögtön a második perc végén járunk. 100%-os helyzet még nem alakult ki, de már mind a két csapat tudta veszélyeztetni az ellenfél kapuját. Mit vársz? Rengeteg gólt, vagy taktikus kiszorítózni? Hát nem várok sok gólt a meccstől. Inkább ilyen taktikus, vontatott meccset, de remélhetőleg az elején sikerül gólt szereznünk, és akkor utána már könnyebben fog menni az egész. Kint volt. Egészen itt az orrunk előtt. Hát igen, ez mindig remek taktika, hogy az elején a csapat lő pár gólt, és utána könnyebb. Hát igen, főleg, hogy a Rubeola ugye nincsenek sokan náluk. Úgy láttam, csak 7 játékossal tudtak eljönni, mezőnyjátékossal. Igen, igen. Összesen 9-en jöttek, amiből ugye 2 kapus. Közben, hogy az ellenféllel is ismerkedjünk, természetesen ők vannak sárgában, az Aramis pedig zöldben. A kezdőcsapat a Rubeolánál, miközben egy beadás, de ez inkább kiadás, mert hosszú volt. A kezdőcsapatot rövidesen ismertetem. Előtte azonban még Csopaki terelgeti a labdát. Visszateszi lövésre, de nincs lövés. Időközben már volt csere. Igen, nálunk Ábel Péter állt be Csopaki István helyére. Azért is akadtam el egy pillanatra, mert rájöttem, hogy nem Csopakinál van a labda. A Rubeola kezdőcsapata, Horváth Gergely a kapuban, Tősér, Jenei, ő a csapatkapitány, 7-essel Maruzsi, 17-essel érsek. Gyönyörű szerelés, amire egy pillanatra nem számított Pál. Jó lekészített labda! Kapufát talált el, igen, talán a külső volt. Oldalát a kapunak, mégpedig a csereként beállt Ábel. De legalább egy szép kontra volt. Bizony.
És hát lőni is kellett. Igen, el lehetett lőni. Érsek húzogott a bal oldalon, és ő is eltalálja a kapufát, picit talán beljebb. Itt viszont lehetne egy kontra, hogyha Pál végig tudná vezetni a pályán a labdát. Ezt megúsztuk, közel volt nagyon. Érsek ügyesen húzogat. Igen. Főként a talpával a labdát. Ennek van valami terminus technicus, valami szakkifejezése, amikor nincs talpal vezeted? Hát ez na, ilyen szokásos ez meg itt az eladott labda. És észveszejtő malac, hogy Héger a felező vonalnál eladta a labdát, de nem tudott az Ubeola gólt lőni. Sőt, egész rossz lövés volt, vagy másfél méterrel ment mellé. Tiszta helyzetből. Talán még egyébként vezetette is volna a támadó. Aztán egy rossz labdakezelés Áber részéről, így aztán 4 perccel a mérkőzés kezdete után, mármint 4 játékperccel természetesen, hiszen a futszálban ugye állóórával játsszuk a mérkőzést. Azaz, amikor nincs játékban a lakba, áll az idő. Ábel, nem Ábel természetesen, hanem Érsek. Ő az, aki az imént a kapufát találta el. Azt tudni kell, hogy a Rubeola nagyon jól rögzített játékhelyzetekben. Igen? Igen, azt nagyon jól tudják kihasználni, a szögleteiket leginkább. Ajjajjaj! Mi történt? Lökés. Azt figyeltem meg rendkívül éves szemmel, hogy a 12-es Sajbán Péternek, Sajbán Máténak be vagyunk kötve a bal keze. Igen, hát ő focizás közben ráesett, azt mondta, bár én nem láttam sajnos. De nincs eltörve elvileg, csak megzúzódott neki. Közben Sajbán felé egy labda. Végül is azt hiszem, hogy sarokrugás következik, hiszen a sárgamezes védő érintette utoljára a labdát. Sajbán a földre került, de nem volt szabálytalan, inkább ketten a kapussal összezártak lövésre, de nagyon éles a szög, újabb szöglet. A Budaörs jó a pontrugásokban? Hát, fontos elem. Igen, ebbe az évben annyira nem sikerült jól kihasználnunk őket. De... Te hibád? Hát nem, én sajnos nem kaptam annyi játék lehetőséget ebbe az évbe. Többre számítottál? Hát nem, mert ez az első évem a felnőtt csapatnál. Még csak most töltöttem be a 18-at. Annak is örültem, hogy felkerültem egyáltalán a csapathoz. Na jó, de hát az a jó szemlélet, hogyha az ember azért csak többre hát számít. Hát persze, és szerettem volna jutásra többet játszani, de most ennyi jutott sajnos. Úgy hallottam, hogy utánpótlás válogatott is. Igen, igen. Melyik sportágban? Hát futcába. Jó van, ez nem volt egy túl eredeti vicc. De nem volt rossz sem. Na, a veszélyes pont rúgás. Kettesen hát tősér. Érsek végzi el. Tősérnek le, vissza Érsekhez, aki cselgépként mutatkozott be az első pár percben. Hátra a kapitány Jeneinek, és ekkor rossz a labda, vagy jó a szerelés, de nem kerül át keresztbe, mégpedig Sajbánnak a labdája. Így aztán lehet azonnal védekezni a kontra ellen. Túl az első félidő negyedén nem született még gól, azaz Aramis Rubeola 0-0. Nehéz lépett pályára közben egyébként a Rubeolánál. Jeneit szorongatják. Jováncai? Igen. Ő a volt első osztályú futballista, ugye? Talán igen, még a Fradit is megjárta. Igen, rosszul pattan Jováncai fejéről, labda fordulni tudott vele Érsek, de nem tudta kihasználni lehetőségét. Még nincs kint. Ügyesen tartotta meg Héger. Rövidnek tűnik az is, de Sajbán Máté még odaért.
Na, ez azért egy jó lehetőség, elég közel jön a szabadrugás. Csicsat rá egyenesen, a csere is ennek szól? Nem, valószínűleg kombináció jön. Azért ahhoz egy kicsit kiszorított helyről jön, hogy egyből lövés jöjjön. Farsang Bence labdával, de azért jött be, hogy a szabadrugás kombinációnál igen, hát indítása, jól látja mester ezeket, hogy hova igen passzolja le általában. Igen, túl sok hely nem marad. Hát nem, ezért kell kombináció. Arra kellett volna kicsit rossz tovább menni. Héger lövése nem volt rossz, talán szerencsés lett volna, hogyha jobban tudják takarni. Sajbán szerel közben. Szép szerelés. Jovácai. Ajjajjajjajjajj, azt hittem bevallom, hogy egy csel következik, aztán lövésre még majd, hogy nem volt idő reagálni, de a védők is ott voltak. Nagy tumultuózus jelenet a hatos környékén, illetve hát határozzuk meg úgy, hogy a 9-esen belül végül is Aramis bedobás következik. Farsang a sarokból, de keresztbe lőtte el a labdát, nem volt pontos. Jöttek a sárgák. Most hogy nem vagy ott a pályán? Beteg voltam egész héten sajnos, lázas. Remélem nem vírusos. Nem, és most már nem, mai kell, nap hogy már menj a nem másik lelátóra. Hát nem, szerencsére most, nem. Most már jobban vagy? Igen, ma már nem volt lázam, de azt mondta edzőnk Frank Tamás, hogy még ma nem játszok így. Ja, hát nem is szabad ilyenkor terelni a szervezetet. Hát igen, még lehet veszélyes lett volna. Szív nagyobbodás, mit tudom én, mi jöhet ki belőle. Teljes sorcsere időközben. Ha jól látom, a kezdőcsapat jött vissza, igen, ugye? Igen. Szegi, Sajbán, Sajbán Máté, Pál és Csopaki. Pál keresztbe. Haj, de szép lett volna. Láthatóan Csopakit próbálta megjátszani. Igen, hát a Zeze nagyon jó centerbe, és mindig odaér a hosszúra, amikor oda rúgják a labdát. És azok a nagyon jó százalékba kihasználja ezekből a helyzeteit. Ilyenkor nem kellett volna egyből ellőni a begurított labdát? Hát kicsit mögé jött, úgy láttam, és azt nehéz igen, elhozni. Csak amire megtolod, addigra már olyan közel hát vannak igen a védők, hogy nehéz a kaput eltalálni. Na hát ez a... ezért kell pontosan játszani. Labdaszerzés! De nem, mert Horváth Gergely kiért a kapujából. Azért 1+4-ben van futnivaló. Hát van, igen. Ezért van az, hogy 3-4 percnél többet nincsenek is fönn a játékosok egyszerre. Csak nagyon ritkán. Maruzsit próbálják kiszorítani. Maruzsi közben már elől. Hát inkább ő vetődött, úgyhogy nem volt szabálytalan. Zicser! Jó. És ott a vezető gól. Csopaki, mint ahogy mondtad, nagyon jól odaér a hosszúra, bár most nem is tudom, hogy a hosszún volt-e, és a hatos előtt egy méterről jobbal a jobb oldali kapufa és a hálótartó vas közé lőtte a labdát, azaz nagyon szép pontos lövés volt. 9. perc eleje, Aramis, Dubeola 1-0. Belét folytottam a szót. Az ezen nagyon jól használja ki a helyzeteit, ebben ő a legjobb a csapatban valószínűleg. Mégsem ő a házi gólkirály. Hát nem, mert sérült volt többször is, és nem tudott játszani, hát egy boka, nem, tért reszalag szakadása volt, azt hiszem. Hány éves közben már? Hát ő már 30 fölött van. Jó, én meg 50 fölött vagyok. Hát, igen, de jó, azért... jó, de én nem is focizom. Igen, az azért más. Na, nagyjából még mindig a kezdő csapat fönt, akik végül is meg is szerezték a vezetést. Csopaki cselezget, be tud fordulni! Kéz! És a játékvezetők nem úgy látják, ahogy a zöldmezesek, azaz a játékvezetők szerint nem kézről pattant le a labda, de bevallom, hogy ez ügyben nem is tudok irányadó lenni.
mert takarták előttem. Hát én kéznek láttam. Jó, hát a szíved látta annak. Lehet, igen. Nem, remekül látsz szemben velem. Annyi adósságom vagy, nem mondtam el, hogy Zimonyi Péter és Tihanyi Norbert a két játékvezető, László György az ellenőr. Na, kicsit gyenge a leves, fejes. Csopaki azért majdnem le tudott fordulni. Hát, fújható volt, mert hozzáért a lábához. Cserélnek is a rubeolások, vagy ha csömöriek, ha úgy tetszik. Sőt, kettős csere. Jene is visszaérkezik a pályára, illetve érsek. Takó Csaba mondja el a figurát, hogy mi legyen, ki hova helyezkedjék. Igen, ő most játékos edző is. Egyben ő az edzőjük is a csömörieknek. Nehéz a negyedik a pályán. Érsek és nehéz érdekes módon egymás mellett a 9-es vonalánál. Takó a kapu előtt, most szétmozognak. Érsek! 1-1. A 9. perc elején Érsek egyenlített, a szabadrúgás kombináció végén. Picit számomra azért érthetetlen maradt a legjobb játékos ennyire üresen, hát és kapásból be is csavarta a hosszú sarokba. Nem mondtam, hogy ők rögzített szituációkban, most is abból tudtak gólt szerezni. Mondtad, nyilván a kollégák is tudták mégis gólt. Hát igen, ezért nehéz valamit csinálni. Igen, csak mint hogyha arra gondoltam, hogy a csapat, mint hogyha nagyon a rövid oldalt, a labda felőli oldalt védte volna, és talán nem annyira a személyeket, de hát... Hát igen, biztos ez ezt nehéz elosztani ilyenkor, mert ugye azért közel van a kaphoz, el lehet egyből lőni, azt is fedezni igen. Kell. Megkerülős csel, de Sós jól mozdult ki. Na... Fél idő felénél tartunk, a meccs negyedénél, 1-1. Megvolt a viszonylag gyors hazai gól, de nagyon gyorsan jött rá a vendégtalálat. Hát igen, ez meg kell mondanom, hogy szinte nem hiányzott. Aja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 j
nem ügyesen beívelték Szegi mögé a labdát, de szerencsére Sós annyira nem állt kint, hogy a hosszú sarokba hújjék a labda. Bele tudott még valahogy Újhegyjel csúsztatni, úgyhogy sarokrúgás. Most Takó, mindenki mozog, szinte körbefutnak, és ismét érsek, és azt hiszem, hogy Sós beleért, úgy igen, lett kapufa. Igen. Nagy meleg volt nagyon. Ez is. Igen. Nem ér bele valószínűleg már 2-1 oda. Tényleg jól csinál. Hát, sőt, egészen biztos. Hát igen. Tényleg jól csinálják a pontrúgásokat. Azt figyeltem, hogy mindenki mozog, ahogy elindul a rúgó játékos, azonnal mozogni kezd mindenki. És sose lehet tudni, hogy melyik játékos kapja náluk. Ajjaj. Kapott gól óta, jószerivel az Aramis térfélem folyik a játék. Tősér. Csopaki szerel, de visszapördül a labda az ellenfélhez. Csopaki, és most mehet. Pillanata megcsúszott, de nem tudják utolérni. És gyönyörűen ugyanoda, szinte ugyanoda, és szinte ugyanúgy. Azt hittem, hogy közel van már a kapushoz, de a 11. perc közepén szépen jobb első csüddel talán el tudta pörgetni a kapus mellett. 2-1. Így láttad a gólt? Igen, egyetértek. Kicsit alányult, ugye, hogy a kicsúszó kapus fölött el tudja emelni. Hát gyönyörű volt ez is. Tudsz ilyet? Hát biztos, csak nem biztos, hogy meccs közben jön ki. Sajnos. Biztos, hogy tudsz. Igen, ezt is nagyon szépen csinálta. Hát igen, pont annyi hely volt a kapus mellett. Ha helyzetbe kerülő, azt tényleg jól ki tudja használni nagyon.
Tényleg attól tartottam, hogy nagyon közel került már a kapushoz. Egyébként az utolsó négy bajnokin négy döntetlen játszott a csapat, ismét labdaszerzés, 2-1. Sikerül bent tartani a labdát, de a ritmus megtört. Sárga lap is reklamálásért. Utána csúszott nagyon, vagy mi? Megmondom, ezt szerintem nem találta el, de le lehetett fújni veszélyes játékért, de szerintem nem találta el a játékos. Hátulról utána csúszott, szerintem azt fújta le. Hát igen, azért hátulról nem illik annyira. Hát azért nem találta el, mert hát vitatkozott. Itt innen ordított a fél csapat, hogy mi? A pályán pedig rendnek kell lennie. És az egyébként igaz, hogy megtörte az ellenakciónak a ütemét, meg a ritmusát. Hát igen. Mert hosszú már megint jött a játékos, be lehetett volna passzolni. Ki van a labda mögött? Pál? Pál Patrik, igen. Szépen fordult vissza Sajbán Máté. De fölélőtt. De hosszú idő után ez volt az első lövés. Próbálnak mélységben mozogni a Rubeola támadói, de hát általában az a játék, hogy megpróbálják érsek lábára juttatni a labdát. Hey, szépen visszapattant a labda. Szépen pöckölte el csőrrel, hogyha jól láttam, Ábel, de a kapus nem tudta megtéveszteni. Nem ment le ideje korán a kapus sehova. Próbálta ütemtelenül rálőni. Igen, spiccelák, próbálta a kapus feje fölé, de jól jött ki. Ugye? Igen. Hát igen, kifele mozgott egy picit, és visszalőni azért nehéz volt, technikai bravúrra sikerült. Igen. De a kapus is szépet védett, el kell ismerni. Ami persze budaörsi szempontból teljesen érthetetlen. Hát, de el kell fogadni, szép védés, az szép védés. Kettő egy a 13. perc elején, amikor Sóst lép ki a kapujából. Csopaki két találatára az éppen most a labdát birtokló érsek tudott válaszolni. Illetve, hogy pontos tegyek, Csopaki két találata között lőtő gólt. Ismét érsek, nem sokat tévedett, nem volt egy méter sem a labda és a kapufa között. Ábel, aki az elmúlt két percben legveszélyesebb budaörsi. Két Sajbán a pályán, egymással játszanak össze. Hát ezeket a magas labdákat jól fogja az ellenfél kapus, a horvát. Igen, egyelőre jól véd. Nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy lehet, hogy nem kéne magasan lődözni neki. Takó sarkán pattant meg a labda, így aztán sarokrúgással jöhet az Aramis. Pál a labda mögött, ahogy azt megszokhattuk. Ezúttal tiszta is a legurítás, sajnos középre és sajnos magasan. Ábel lőtt egymás után zsinórban harmadszor talán. Igen, neki is azért nagyon jó rugó technikája van. Most más a figura. Sarokban próbáltak kényszerítőzni, de közben léptek a sárga mezesek. Igen, ez is egy begyakorolt szöglet kombinációnk volt. Van belőle elég sok. Jó labda!
még ott van! Sajbád másodszor is bele tud érni. De ugyanez elmondható Horvátról is, aki ugyancsak másodszor tudott hárítani. Szépen lépett ki Pál, de valahova talán a lábai között, vagy a lábai mellett akart elpasszolni, mégis a lábába verte a labdát a kapusnak. Most lentre is jól leért. Igen. Hopp. A szöglet variáció végén Sajbán Máté pörgette közelről a kapu mellé a labdát. Sajbán Miklós szeret szépen. Igen, ő is tesója a nagypályáznak is. Kettő az egy! Hosszú a labda! Sikerült még visszagurítani, de nem elég masszív szögben, így aztán sarokrúgás, mert a kapusról került az alapvonalon túlra. Pál húzta meg a bal oldalon, és egyedül ment a budaörsi támadó középütt, de nem sikerült elég mélyen visszagurítani. Két gól már komoly előny lett volna. Pál! Megpattan a labda! De kicsit bal szerencsésen, mert hogy az alapvonalon túlra került, de nem azon a szakaszon, ahol a kapu helyezkedik el. Ezt hívják mellének tudományosan. Hát sajnos igen. De szép volt. Aztán ismét Ábel bombázott a következő sarokrúgás után. Boznánszki a pályán 88-assal, őt még mintha nem láttuk volna ma. Szerintem is most Ábel összön. Közben jó passz, aztán a keresztpassz is tökéletes. Hát így kell futballozni. A cseresor farsan csúsztatta keresztbe a labdát, és a frissen beállt Boznánszki, ugye? Igen. Szinte második vagy harmadik labda érintésére. A 15. perc végén megszerezte az Aramis harmadik gólját. Úgy látom, bele is sérült. Igen, ő most épült fel egy combizom szakadásból. Remélem nem sérült rá. Ismét labdaszerzés. Kifele tolja meg Jováncai. Elhagyta az alapvonalnál, vagy az oldalvonalnál a labda a pályát, mert egy kicsit a szőnyegben megakadt Jováncai lába. Valamivel nem értenek egyet a szakvezetőség és a csapatjátékosai. Jováncai! Ajj! Visszakapja a labdát, jobban! Erőteljes lövés volt, de vagy két méterrel mellé, és egy picit talán fölé is hagyta el a pályát a labdát. De összességében szép akció volt ez is. Utolsó 5 perc, és talán most megnyugtató a pillanat két gól előny birtokában. Hát nem szabad megnyugodni, mert ez utóbbi 4 meccsünk is mindegyik döntetlen lett, de mindegyiken 2 góllal vezettünk. Mindegyiken? Igen, mind a 4-en. És mégis mindegyiket végül sikerült X-re hozniuk. Sajnos. Köszönhetünk sokat ennek a rossz passznak, mert meglépettek volna létszámfölényben a sárgák. Sós. Jó a csel. És egyedül rá a kapusra. És jó lent is. Jó lent is. Igen. Horváth. Héger akart elcsúsztatni a lábai között a labdát. Na,
lejárt a 4 másodperc, annyi idő van elvégezni az oldalberúgás sajnos. Teke volt, aztán meg egy kis tória. Takó fordul. Sós pedig felszedi a labdát, Takó mögé dobja be a labdát. Nem sikerül pontosan levenni, de aztán valahogy visszakerül hátra. Akkor... A farsang volt helyzetben, nem volt tökéletes a labdátvétel. Poznánszkinak akkor nem lett olyan nagy baja, hiszen visszaérkezett. Igen, a pályára. Akkor nem sérült rá a combjára. A harmadik gól szerzője. Hoppá! Szép volt a lábéllel kiemelt labda, de nem volt talán elég erős. Héger. Ajjaj. Na ez volt veszélyes, hogyha valami páros lábú csúszás, ha elviszi Boznánszki lábát, abból lehetett volna baj. Jováncai. Mi volt a terv? Nem volt ott senki. Hát le akarta pörgetni hosszúra, csak kicsit túl hosszúra sikeredett sajnos. Megvan a labda, létszám fölén, gyönyörű passzolgatás! Hosszan került Csopakihoz vissza a labda. Így aztán a passzolgatás gyönyörű volt, csak az utolsó átadás nem volt pontos. Nem baj, következő elmegy. És Zeze berúgja. Ajjajjaj! Érsek. Poznánszki próbálta erősen középre lőni a labdát, hát ha valaki bele tud érni. Az elképzelés jó volt, de nem született belőle gól. Érsek cselezte végig magát a pályán, amikor Csopakinak sikerült előle bedobásra pöckölni a labdát. Takónak próbálták lövésre visszagurítani, egyrészt távol volt, másrészt pontatlan volt neki a labda. Takó pozíciós játékból be tudja pörgetni, és ekkor Csopaki ismét egyedül léphet ki, de nem, mert Jenei útól érte őt. Takó, ajj, nem is tudom, hogy ez lövés volt, vagy át akart hát emelni a hosszúra. Hosszúra akarta passzolni leginkább. Na, gyors passz, ajj, ajj. Aj, aj, aj! Ezt szépen elmondtam, 4 ajjal. Végül Csopaki körgette a léc aljára a labdát, nem sok hiányzott a negyedik gólhoz. Utolsó 2 percen belül vagyunk, amikor Aramis Rubeola 3-1. Labdaszerzés, középű Csopaki! Már 2 védő is beérte a lősávba, kapussal együtt tudtak hárítani. Kár volt kapkodni. A Csopaki milliméterekre volt a harmadik találatától.
Sajbán Máté pöckölte ki a oldalvonalon kívülre a labdát. Utolsó perc az első féldőben, 3-1-re vezet a Budaörs. Juhász Máté ellen szabálytalanság. Takó emeli át. Hoho. Közép előtt labda. De szerencsére úgy pattant, hogy Sós indítani tudott, mégpedig Csopakit. Aki keresztbe lőtte a kapu előtt a labdát. 46 másodperc, most már talán az a legnagyobb feladat, hogy a két gólos különbség megmaradjon. Igen, az jó lenne, ha így tudnánk az öltözőbe menni. Mit gondolsz az első fél időről? Hát nagyjából az történt, amit elterveztünk előtte, nagyjából mi uraltuk a játékunkat. Még kicsit a helyzet kihasználáson lehetne javítani. Mert azért voltak még hát helyzetek. Igen. Volt egy pár perc, amikor a gólt is kaptuk, amikor azért nyomott a Rubeola. De összességében azért szerintem mi irányítottuk az első fél időt. Igen, több helyzete volt a Budaörsnek, ez kétségtelen. Úgy látom, a kollégák is úgy látják, hogy most már ne kapjunk gólt. Igen, most már biztos próbáljuk tartani a labdát. Biztos előnnyel forduljunk. Az a baj, ez az előny két gól. Csopaki be tud fordulni. A kapus füle mellé lőtte a labdát, de reflex mozdulattal bele tudott nyúlni. 3 másodperc, és még egy csarokrúgás. És az is mutatja a mezőny fölényt, hogy Horváth nem védett rosszul a 3 kapott gólt dacára. Öngól! Takó maradott, és a tehetetlenség miatt olyan gyors volt a labda, már nem tudta elhúzni a lábát. 4-1! Pál lőtte a szögletet, akkor neki adjuk a gólt. Hát adhatjuk, bár inkább öngólnak fogja bejönni szerintem. Ez öngól lesz? Az adatbankban, igen. Hát igen, mondjuk nem a kapu felé tartott a labda. Igen, hogyha nem ér bele, akkor biztos, hogy nem gól. Tehát a futszálban is van öngól. Igen, persze. Nem úgy, mint a jégkorongban. Na, még mindig van egy másodperc, pedig alatta megváltozott a világ. Köszönjük szépen, a második félidővel folytatjuk. 4-1-re vezet az Aramis a Rubeola ellen. Pap Zsomborral pedig találkozunk. Úgy tetszik, hogy megoldódtak az adminisztrációs ügyek, és folytatódhat a mérkőzés. 4-1-es Aramis vezetésről, de Rubeola kezdte a második játékrészt. Szünetben hallottál valami szuper titkot az öltözőben? Pap Zsombor mellettem még mindig. Nem, csak így ezt kell folytatni, amit eddig is csináltunk. Lőni 4 gólt és 1-et kapni. Hát mondhatjuk így is, de a játék is nagyjából rendben volt. Tulajdonképpen a B sor kezd, és a negyedik gólt szerző. Harmadikat, igen, azt néztem, hogy nem írtam fel a negyedik gólt, negyedik gól szerzőjét. Ki lőtt a negyedik gólt? Az öngól volt. Ja, igen, azon vitatkoztunk az utolsó percben, igen. Mégpedig takóról pörgött be. Marzsi tette előre a labdát, de aztán fordulni tud az eddigi két gól szerző Csopaki.
most, ha minden igaz, a Pál Patrikra fog kijönni a kombináció lövés. Mert hogy Sós újra a kapuban, vagy továbbra is. Csopoki elől szedte össze az ellenfél kapus a horvát. Csopoki mögött előre tudnak jönni, de Sós remekül lép ki, így aztán emberelőnyös helyzet. Újabb öngól. Már kezdtem hörögni, hogy nem sikerül visszajátszani a labdát, de Érsek, miután bevette a Budaörs kapuját, most a sajátját is. Hát nyilván mindkét kapu a Budaörse, hiszen a városi csarnokban van, de hát értik, hogy mire gondoltam. 5-1! Na most már nyugodt lehetsz. Igen, ez most már egy elég megnyugtató előny. A labda se bírta a nyomást. Igen, nagyon vakszos volt, ahogy hallottam, hogy gurult rá, leragadt a padlóra. Előttünk a kézilabdások szoktak edzeni, és összevakszolják teljesen a alját. Ilyenkor a fiatal játékosoknak föl kéne mosni a pályát. Hát mossák amúgy a pályát, de hát nem minden edzés után. És ez veszélyes, és mellett tud ragadni a lábad, és igen, sok sérülés van ebből. Várdinak az ilyesmi jót tesz. Hát meg az ízületeknek is nyilván. Sárgák próbálkoznak. De Sajbán Máté tudott szerelni. Ábel kergette meg ellenfelét. Érsek indítása pedig szinte reménytelen, mert hogy csapattársa befele mozgott a pályán. Az első félidőt kezdő csapat játszik a második félidőben kezdőként, kiegészítve Boznánszkival, ugye. Szegi nincs fönt. Jól látom. Igen, ő most nincs fönt. Történt vele valami? Nem, szerintem csak pihentetik. Azon gondolkodom, hogy én meg lehet, hogy nem sokára vége a meccsnek, és még be sem mutatkoztam. Légrádi Szabó Gábor vagyok, köszöntöm a Budaörs TV nézőit. Labda szerzés, Teli Csüddel. Szépen védett a kapus, erőteljes lövés volt, talán helyezett is, jó helyre ment. Igen, jó helyre ment, de várható volt, hogy lövés, ezért olvasta a kapus. Igen, lehet, hogy jó tett volna neki egy ütemtelen csőrözés a széles lövő mozdulat helyett. Vagy egy ilyen pityepotya-szerű gól, a két védő közé beragadta, sarokrúgás a labda, utána labda, 2,5 méterről pedig a léc alá varta. Sajbán Miklós, aki nem, szinte abban a pillanatban Bence ért. Volt. Nem a 11-es lőtte nem, gólt? Nem, a Farsang Bence lőtte. Máskor udvariasabb a javíts ki. Jó, Légrádió, kérem. Farsang Bence góljával, tehát már 6-1. Igen. Második félidő 2-0, úgy látszik, hogy picit meg is tört az ellenfél. Hát meg el is fáradtak, kevesen vannak. Szép csel, Érsek egyébként remek játékos. Bizonyította többször. Ajj! Bal belsővel Farsang most nem találta a kaput. Érsek. Farsang visszaér. Érsek ügyesen zárja előle a labdához való jutás útját. Sarokrúgás következik, amiben, mint mondtad, jó a Rubeola. Thank you.
pozíciós játék hatoson belül, aztán ki a labda érsekhez, érsek lopott vagy két métert a távolságból, aztán Tőzsér lövése után megpördült a labda, de hárítani tudott Sós. Na, elgurult a labda? Valószínűleg bentről végeztél. Hát ilyenkor ebben a kapusnak kellett volna jönnie, de... Érsek, most jobbra cselez, de visszapasszol inkább Tőzsér keresztbe. Tőzsér lő takarásból. Sarokrúgás. Labda szerzés, de nincs létszám fölény, sőt a visszalépő nehéz el tudta rúgni a labdát. Sarokrúgás következik? Nem, visszapattant, kapus jön. Azt nézd, de igen, csak a sárgák mozogtak előre. De a bírók azt tervezték, hogy a kapus jön. Hát nem értettek egyet egy pillanatra. Jó van, akkor végül is jön a Budaörs, ez a lényeg. A 26. perc elején, azaz a meccs 5-8-ada már el, tehát innen ezt nyilván nem tudjuk megítélni, hogy kint volt-e vagy sem, hát a játékvezető ott állt. És hát nagy vita nincs is. 6-1. Ugye futszálban is vannak csodák, de hát azért az 5 gól az 15 percre nem kevés. Hát igazából lehetséges, de annyira a játékban nincs benne, hogy ez megtörténjen most. Igen, nyomogat most egy kicsit a csömör, de hát igazi helyzetig nem jutnak el. Távoli lövések, sarokrúgások. Különben Sós is jól véd, de ráadásul, hogy ilyen... Majd, hogy nem frázist mondjak el. Együtt él a játékkal. Jól fut ki, amikor kifut. Jól zárja a szöget. Jovánca jelöl. Tudott is csúsztatni, de igazándiból nem volt veszélyes az akció. Eladott labda a sárgák részéről, 6-1-nél a 27. percben. Jovancai elveszíti a labdát, létszám fölény! Szép védés. A rövid sarokra próbálta lőni a sárga mezes úriember, mégpedig ő Ász Máté, de Sós szépen nem kivált, először is kivált, nem mozdult el, és utána meg szépen tudott hárítani. Sarokrúgással jöhet a csömör. Most talán nagy volt védés. Egy kis nagy védés volt. Hát az, reflex mozdulat. Igen. Rosszul talált el az ellenfél játékos a Tőzsér a labdát, amiben csapattársa még bele tudott Várkonyi pörgetni a kapu előtt, de sikerült ezt is Sósnak hárítania. Labdaszerzés! Keresi a lehetőséget az előrejutásra a Budaörs, amikor csere. Az utolsó gólszerző farsang helyére érkezett vissza Sajbán Máté, így kettő Sajbán a pályán. Juhász Máté.
Tőzsér vitatkozott egy picit Juhász Mátéval, nem örült a labda eladásnak, de hát ki örül. 4-1 után 2-1, akkor, amikor már csak 12 perc van hátra a mérkőzésből. Ez nálunk beállt egy új játékos, Szabó Róbert, ha jól láttam. 85-össel. Igen. Bár őt most nem látjuk a kamerában, mármint a képen. Most lépett be a kezdőkörbe. Majd a nála lesz a labda. Na, Sós még meg tudta előzni azt, hogy a labda az alapvonalon túl kerüljön ki. Kuc-kuc Szabó Róbert első labdába érintését láthatták, Sajbán került helyzetbe, próbált egyből elpörgetni kapus mellett, alatt, fölött, de nem talált el jól a labdát. Szabó szerel. Aztán Szabó is egy fiatal játékos, most került ő is föl hozzánk a felnőttbe. Kortársad? Hát 2 évvel idősebb igaziból, de hát még ő is fiatalnak mondható. 96-os születésű. Sós ott van minden lecsorgó labdánál. Igen, jól együtt él most a játékkal az Arne. Mi mondtad, hogy most remek labda időközben? Nem, jól, ha de ez szokott. Hosszú talán, nem hosszú! A mérkőzés eddigi legszebb gólja. Sajbán Máté gyönyörűen pörgette át testvéröccse, aki a bátyja. Igen, bátyja. Testvéröccse, aki a bátyja passzát szépen pörgette át a kapus fölött. 7-1. Sajbánok közül ez volt ma az első gól, vagy Sajbánoktól. Ez gyönyörű volt, hogy átemelte. Harmincadik perc, Sajbán Máté góljával, Aramis Rubeola 7-1, ez egy picit hosszú. Most már azért 4 döntetlen után lehet, hogy nem lesz meg az 5. Hát, az most már nagy baj lenne, ha ez a meccs döntetlen lenne. Az komoly összeomlás kellene tőlünk. Na, mert hogy elkezdődött a meccs utolsó negyede. Gólgazdag, szép gólokat lövő játékkal 7-1. És még mindig van 10 perc. Takó jött közben vissza a pályára. Jeneit nyüstölte Szabó Róbert. Megint egy új játékos nálunk, Katona Balázs. Neki ez az első meccse, az Aramisba. Most szaladt szembe a képnek, 2-essel a hátán. Kicsit furcsán a nyújtott karokkal fut. Katona azonnal 1-1, sőt, hát most már 1-3, okosan megtartja a labdát, vissza is tudta játszani, de ezzel a csapat már igazándiból kikerült a helyzetből. Sajbán Miklós húzogatott és hozzáért egy picit ellenfele lábához. Ezért próbálja Takót vigasztalni. Jó! Kombináció!
És ha beindul a biznisz, Sajbán Máté 2 percen belül második gólját lövi. 8-1. Ez eddig szinte hiba nélkül hárító vagy védő Horváth Gergelynek a lábai között bent be a labda. Bár ezért sem lehet hibáztatni igazándiból, mert 2 méterrel adták le a labdát, tehát két sor, hogy beleért. Máté találatával most már két darab gólos is van a csapatban. Hát ez lap lesz. Hát sajnos jogos. Lerántotta. Katona Balázs is fiatal. Igen, ő a legfiatalabb, ez az első meccse, most került fel a csapathoz. Honnan, a női szakáktól? Nem, az utánpótlásból. Bocsánat, Balázs. De nagyon ügyes játékos. Az U17-es bajnokságnak ő lett a gól királya. Amelyet ugye az Aramis nyert meg? Hát ezt most nem lehet kijelenteni, mert ez egy nagyon nagy vita, hogy ki nyerte most végül. A Győr vagy Aramis, és nem tudok állást foglalni egyenlőre benne. Mi a vita tárgya? Hát azonos ponttal áll a két csapat, az Aramisnak jobb a gól különbsége, és ezért azt hitték, hogy bajnok az Aramis. De kiderült, hogy lehet, hogy az van a versenykiírásban, hogy nem az nyeri, akinek jobb a gól különbsége, hanem aki az alapszakaszban több pontot szerzett. És ott ugye a Eto... Katona majdnem be tudta forgatni emberét, aztán csúnyán néz rá Horváth, hogy oda tartotta a lábát, amiben van is valami, de hát Katonát még viszi az ifjonti lelkesedés. Szóval ott ugye az Eto több pontot szerzett 3-mal, de hát ez azért is nehezen összehasonlítható, mert más csoportban voltak az alapszakaszban. És most még nem dőlt el így igazából, hogy ki a bajnok. Köszönjük szépen a szakszerű tájékoztatást. 8-1. 32. percben járunk. Az első félidőben 4-1 volt a végeredmény, illetve hát a félidő végén az állás, most pedig 8-1 az állás. Támadás, de Takó nem éri el, Katona fordulhat 1-1-ben, de nem pontos a labdája, aztán mégiscsak lövőhelyzet. Ez most már egy kicsit teke nyakart, vagy nyakatekert. Sárga Tilitoli. Takó próbált indítani, akár lőni is lehet. Végül ezt Boznánszki tette meg. Meg is pattant a lövése után a labda. Aztán pedig meglepetés, amíg a csapatok cserélgetnek, Boznánszki gyorsan elvégezte a sarokrúgást. De farsang lövése picit a hosszú sarok mellett hagyta el a játékteret. Most már érsek sem tündököl annyit a kapu előtt. 1-1-ig, azaz a 9. percig, sőt, hát ha úgy tetszik, a 11-ig. Az első fél időben egyenlő volt az állás. Csopaki szerzett vezetést, és Érsek szinte azonnal egyenlített mindkét, illetve a második gól Érseké pontrúgás után esett. Akkor azért még nem gondoltuk, hogy 20 perci játékot követően, tehát attól számítva 20 perci játékot követően csak a Budaörsló gólt, még pedig 7-et, az ellenfél pedig 1-et sem. Ha minden igaz, Maruzsiról pattant ki, de úgy tűnik, hogy a játékvezetők mégis úgy ítélnek, hogy a Rubeola következhet. Takó, az ő játéka sem olyan pontos már, mint az első fél időben volt.
Hát igen, nagyon sokat vannak fönn a pályán, és elfáradtak, szerintem. Sós? Nem, Kapucsere. Nem is Sós, bocsánat, Kapucsere, igen. Boldizsár Márk. Hát mindenki szóhoz jut. Igen. Hát ez a meccs erre is jó most. Utolsó meccsen. Gyönyörű légstopp, de egy picit elsordódik a labda. Így az azonnali lövőhelyzet nincs meg. Katona nem tud befordulni. Oda tartotta megint a csülkeit. Szép indítás! És Boldizsár is egy szép védésre mutatkozik be, hiszen rávitték a labdát, de elérte még azt. Pál jött vissza. Boldizsár második védése, Ábel húzta meg a bal oldalon. Na, az odaadó lelkesedés. Pál oda-vissza rohant, és végül is le is fülelte a labdát. Katona talán fordulhat, 3-2, most 3-1, lassú a labda, de még ott van Katona! Pituszkálás az ellenfél kapuja előtt, végül is megoldották hárman. Pál, Boznánszki és végül is Katona, 9-1, akkor, amikor a 35. percben járunk. Első meccs, első gól, így kell bemutatkozni, nem? Lehet, hogy meg lesz a 10. Összességében már adott ugye a 9-1-gyel. Szóval az utolsó meccsen mi a feladat? Hát győzni. Minden meccsen az a feladat. Most mi kell a bentmaradáshoz? Itt már rendben van a győzelem, az világos. Hát a másik meccs eredményétől is függ, hogy mi kell. Meg ugye van egy függőben lévő óvásunk. Ha azon megkapjuk a 3 pontot, és itt nyerünk. És a másik meccsen, ha jól emlékszem, a Göcsej megveri a Vasast, akkor azt hiszem jók vagyunk. Akkor bemaradtunk. Igen, mert hát minimális a különbség. Hát 1-1 pontok vannak a csapatok között. De most ebben nem Katona vagyok biztos. Katona 1-1. Az első feladat minden esetre végrehajtva. Majdnem szűk volt a labda. Cserék. Ejjjjjjjjjj, kicsit gyors volt a passz. Vasas ellen 3-3, aztán Vasas ellen 2-2, jaj nem, bocsánat, Vasas ellen 3-3, Rubeöl ellen 4-4, Göcsej ellen 3-3, és aztán Déli, azaz a Vasas ellen újabb 2-2. Ez volt az ezt megelőző 4 mérkőzésnek a mérlege. Ha úgy veszük, ezzel a meccsen együtt már 6 meccse veretlenek vagyunk, csak abból 4 döntetlen.
Bizony, ami azért nem olyan jó. Előtte a Göcsejt sikerült 4-0-ra legyőzni. Igen. Ábel Péter lépett vissza, és szinte a gólvonalról sikerült tisztáznia, megakadályoznia egyben az, hogy második gólját érje el a Csömör. Jó forduló, nem is lép oda már az ellenfél. Önzetlen keresztpassz, és tulajdonképpen Ábel rá is szolgált az előző mentésével arra, hogy a 27. perc végén megszerezze a 10. Aramis gólt. 10-1. Menj be, átalőzte is egyet. Ó, jó lenne. Ismét Ábel tündökölt, és most is a hazai kapu, a saját kapuja előtt. Igen. Ütem és tempóhátrányokkal érkeznek a sárgák védői már hátra. Sokszor oda sem lépnek igazán az ellenfél, mármint az ellenfél a budaörsiek mellé. Tulajdonképpen jó megoldás volt, Szabó vezetgette, aztán keresztbe lőtte. Ábel már épp elkezdte mondani neki, hogy mit csinálsz, ahelyett, hogy lépett volna befele 2-t vagy 3-at. Igen, ha jól helyezkedik most az Ábel Peti, akkor ez gól lehetett volna. Igen, mondjuk azért az is nehezen megítélhető, hogy Szabó passzolni akart-e, vagy kapura lőni. Ez a diplomáciai megoldás, a lövésszerű beadás. Takó bemutatja, hogy még tud focizni. Szerintem kapura szánta, de majdnem jó lett így is, passznak is. És most jön ki a tempókülönbség. Várkonyi mutatja, hogy sarokrúgás következik. Az utolsó 2 percen belül járunk. Aramis Rubeola 10-1. Nem gondoltad a 10. percben az első félidőben? Hát ezt nem. De örülök neki, hogy így alakult. Takó próbálkozott lövéssel, valaki beleért. Igen, azt mutatják a játékvezetők is. Szép emelgetés, de túl sok funkciója nincs. Horváth ügyesen elengedte a labdát. Mindketten jobban jártak, mint ha ütköztek volna. Kicsit erős volt, de szép volt a visszapörgetés. Aztán a lövés Jovancai részéről már nem volt annyira precíz. Ábel szépen pörgette vissza a majdhogy nem lekezelhetetlen labdát. Csopaki, Csopaki, Boznyánszki, Takó öngól, Érsek öngól, Farsang, Sajbán, Sajbán, mármint Máté, Katona. Megfejtettem saját írásomat, és Ábel 10 gólszerzőt akartam felsorolni. Bevallom, hogy annyit esett, hogy már nem emlékeztem fejből Ábel nevére, és az írás pedig szinte olvashatatlan. Egy kis cipőkötés, összegzés, 40 másodperc van a meccsből. Hát szerintem összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel és a játékkal is.
Sikerült az idén, illetve a bajnokságban 10 gólt lőni? Ó, nem. Egyszer se. De közel se voltunk ilyen eredményesek, sajnos. Majd ősszel. Hát, remélhetőleg igen. Szabó. Jováncai. Ó, Katona szépen veszi le. Pillanatra talán nem tudta, hogy mit szeretne. De ez nem hibáztatás az 5 másodpercen belül, és rögtön megszólal a végét jelző sípszó. Meg is bizony, 11 rekordgyőzelem, és talán bent maradás osztályozó nélkül. Aramis Rubeola 11, Pap Zsombornak köszönöm szépen. Én is köszönöm. Gratulálok szépen. Jövőre még több sikert. Légrádi Szabó Gábort hallották, és az Aramis gólzáporos győzelmét látták. Köszönjük szépen figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.